De Dabas Péter a Bonyhádi kosárlabdázók képviseletében vette át a támogatási nyilatkozatot, mely dokumentálja, a város lehetőségeihez képest maximálisan segíti a sportegyesület munkáját. Rajtuk kívül számos sport és kulturális szervezet örülhetett, hiszen a kijutalt összeg gyakorlatilag fedezi az éves működési költségüket. A sportegyesületként, főleg csapatsportákként, ugye a kosárlabda beletartozik a kiemelt csapatsportágak közé, és a mi működésünket igazából két összetevő adja, ugye az önkormányzattól kapott éves támogatás, illetve a TAO támogatás. Az egyik nem lehet a másik nélkül, tehát nekünk önerőt kell biztosítanunk ahhoz, hogy egy sportfejlesztési programot meg tudjunk valósítani, és ehhez elengedhetetlen egy önkormányzati támogatás. Az, hogy az milyen mértékű, annak már csak örülünk, hogy ilyen magas. A Bonyhádi kosárlabda alapvetően az utánpótlás kiépítését tűzte ki célul, elsősorban a paksi férfi csapat háttérbázisát adják. Tolna megyében egyébként sem kiugró a fiúk körében a sportág, gyakorlatilag a jelenlegi helyzet, melyben három város, Bonyhád, Szekszárd és Paks konzorciuma megoldást jelent minden korosztályban a játék lehetőségre. Nem jellemző a férfi vonalon, hogy Tolna megyében egy kimagasló csapat legyen bármelyik korosztályban. És ez az együttműködés igazából ezért jött létre a három klub között, tehát ha tömegsportról beszélünk, vagy a kérdésedre válasz, igen, nekünk az a célunk, hogy ebből a merítésből, amivel mi gazdálkodhatunk, ha egy-két emberrel is tudjuk segíteni később a Paks munkáját, akkor azzal mi már elégedettek vagyunk, hiszen reálisan nézve nincs ebben könnyebb helyzetünk. Legutóbb a március 15-i városi ünnepi műsor fényét emelte a Völtség Néptánc Együttes programja, akik szintén a támogatottak között vannak. Művészeti iskolások a gyerekek, és a művészeti iskola követelményeit mindig egy-két évvel meghaladjuk. Direkt azért, hogy amikor középiskolába elmennek tőlünk a gyerekek, akkor már legyenek úgy felkészülve, hogy bármelyik együttesbe, bárhol tudják folytatni ezt a tanulmányaikat. Alapvetően az a célunk, hogy ma a hagyományokat, a néptánc hagyományokat és a népszokásokat megjelenítsük színpadi feldolgozásban elsősorban, de a hétköznapjainkban is megélve. Teszem fel egy húsvéti ünnepkörből koreográfiát készítünk, de megünnepeljük úgy is a húsvétot, hogy a legények meglocsolják a lányokat. Tehát ez a valóságban is mindig megtörténik. Vagy például egy Szent Balázs napon, vagy hát sorolhatnám a Luca napot, vagy akár a karácsonyi pásztorjátékunkat. Ezekből mind színpadi mű is készül, és megoldjuk a gyakorlatba, vagy megvalósítjuk a gyakorlatba is, hiszen eljárunk az óvodákba, az iskolákba, ide az önkormányzat épületébe is Luca napot köszönteni például, vagy Szent Balázst. Filoni Ferenci Bolya polgármester az átadón azt mondta, leginkább a közösségek sínylették meg az elmúlt esztendők vírusveszélyes helyzetét, így külön öröm, hogy a város civil szervezeteinek képviselővel újra találkozhattak a város vezetői. Minden évben igyekszünk olyan mértékben támogatni ezeket az egyesületeket és szervezeteket, ami alapvetően fedezi az ő működésüket, hiszen attól vagyunk kerek egész egy városban, hogy nem csak a gazdasági környezet, ami fontos, nem csak az infrastruktúra, az intézmények működése, a hivatalnak a működése, hanem az itt élő embereknek a közérzete, a jóléte, és az azzal is összefügg, hogy milyen olyan társadalmi szerepvállalása van az önkormányzatnak, és miben segít még, hogy megtaláljuk azokat a programokat, lehetőségeket, szervezeteket, aminek a keretein belül jó érzés Bonyhádinak lenni. Ehhez az önkormányzat minden segítséget az idejében is megad. Természetesen meg kell különböztetni olyan egyesületeket, akiknek a tevékenysége, például egy polgárőr egyesület, vagy az önkéntes tűzoltó egyesület olyan jellegű, hogy gyakorlatilag minden Bonyhádit érint az ő munkájuk. Ezért ők kiemelten mindig egyedi támogatásban részesülnek, és már a kettőjük támogatása eléri azt az összeget, amit egyébként a többi civil szervezet megkaphat. Mindez azt jelenti, hogy 60 millió forint jutott ebben az esztendőben a civil és sport támogatásra, és emellett további 10 milliót különített el az önkormányzat rendkívüli célokra, például arra, ha valamelyik sportegyesület osztályt lépne, és szükség lenne további anyagi segítségre.